Magyarország miniszterelnöksége, mint irányító hatóság, és a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériuma, mint nemzeti hatóság, közösen hirdették meg az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési programot 2018-ban. Ennek első prioritási tengelye a határmenti területek vonzerejének növelése. A pályázati felhívás kis- és középvállalkozásoknak szól, hangzott el a megyei fejlesztési ügynökség sajtótájékoztatóján. A legfontosabb célja a pályázati felhívásnak az, hogy ide látogató turisták számát és a vendégi éjszakák számát növeljék, a helyi régiókat, a kis- és középvállalkozásokat lehetőséghez juttassák, a helyi tradíciókat, a helyi kultúrát megismertessék az ide látogatókkal, és ezt úgy próbálja elérni az Európai Unió és a két szomszédos kormány, hogy anyagi támogatást nyújt a kis- és középvállalkozások számára. A mezőkövesdi járásban található Tisza bábolnán a projektnek köszönhetően egy eddig hiányzó szolgáltatás indulhat el a jövőben. Egy komplex turisztikai központot hoznak létre. A tiszatavi településen eddig csak a nyári időszakot tudták kihasználni a turizmus szempontjából. A beruházásnak köszönhetően ez változhat a jövőben. A településen egy 230 négyzetméter alapterületű élményközpont épül, wellness részleggel, konferencia és oktatóteremmel, valamint egy 100 négyzetméteres táncpajtát, tollaslabdapályát és horgászhelyeket is kialakítanak. A projektben a szlovákiai Rozsnyó közelében lévő Várhosszú Rét a határon túli partner. Kézműves oktatásokkal, illetve a nyugdíjas találkozókkal, és a táborokkal. Én úgy gondolom, ez a három fő pont van ebben az együttműködésben, ugyanis a határon átnyúló elszakadt, gyakorlatilag lehet így fogalmazni, hogy elszakadt, de mégsem idősebb korosztály számára tudunk egy olyan lehetőséget biztosítani ezen az élményportán, ahol gyakorlatilag a régi, akár népi hagyományokat tudják gyakorolni, illetve jól tudják magukat érezni, úgyhogy az aktív turizmusban is részt vesznek, ugye a település adottságait figyelembe véve. A táncpajta már szinte teljesen elkészült, az épület pedig szerkezetkész állapotban van. Jelenleg a belső építészeti munkálatokat végzik Tisza bábolnán. Ez pedig a buzgó kerékpáros központ látványterve, amelyet Várhosszú Réten építenek. A szlovák projekt partner a kerékpáros és a gasztroturizmusra fektet nagy hangsúlyt. Bicikli kölcsönzőt és pihenőpontot alakítanak ki, valamint szabadtéri kemencéket építenek, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az együttműködés abban is megmutatkozik majd, hogy a két ország két élményközpontjában cseregyermektáborokat szerveznek a jövőben. A Rozsnyó közelében épülő központ turisztikai adottságai miatt lehet majd népszerű úti cél. Gyönyörű barlangaink vannak, a jégbarlangtól kezdve az argoni cseptőbarlangig, de ami a legnagyobb látványos, amit a közelünkben az a krasznahorkai vár, ami sajnálatunkra 10 vagy 7 évvel ezelőtt, nem is tudom pontosan, leégett, de már a vége felé járunk a renováció, úgyhogy 2023-ban már megnyitjuk a vendégek részére. A két beruházás összköltsége 394.900 euró. Ennek a 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A projekt várható befejezése 2020. július vége. Az eredmények fenntartására 3 évet ír elő a határon átnyúló együttműködési program. A két ország egy-egy vállalkozása egyenlő összegből gazdálkodik a fejlesztések során.